A kék pólóban adogató Jeszenszky Dániel is tagja az NB1-re készülő DFDS-e asztali tenisz csapatának. A mindössze 21 éves sportoló 12 éve űzi ezt a sportágat. Dániel már a tavalyi évben is az első osztályban szerepelt, mérkőzéseinek 94%-át megnyerte. A személyes célkitűzésem az, hogy megtartsam a tavalyi évi százalékomat, az 94% volt. Csapattal pedig mindenképpen dobogóra várom a csapatot. Jakab Gábor a dunaújvárosiak egyik legrutinosabb játékosa. Hangsúlyozta, elsődleges cél, hogy erős középcsapattá váljanak az NB1-es mezőnyben. Ugyanakkor meglepetésre is képes lehet a gárda. Elég erősek vagyunk az első két pozícióban, a hármas pozícióban is, a többi csapathoz képest, a hármas játékosokhoz képest egy erős játékosunk van. A négyes helyen pedig a hazai játékosok bármikor tudnak esetleg egy kis meglepetést okozni, akkor azt gondolom, hogy akár az első háromba is, vagy hogy a nagy szerencsénk van, és jól jön ki a lépés, akkor az első kettőbe is elérhetünk. Varga Rihárd szakosztály vezető szerint jelentős a különbség a tavaly megnyert NB2 és az NB1 között. Hozzátette, optimista a csapat szereplését illetően. Jakab Gábor, extra klasszis, a Jeszenszky Dani, akit igazoltunk idén, ő is játszott már extra ligát, tehát ők abszolút a top élmezőnyt képviselik Magyarországon, még ha az extra ligát is ide számoljuk. Óriási a különbség a tavalyi évhez képest. Majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Mi megtettünk mindent, a nyári felkészülésünk nagyon jól sikerült, mindenki nagyon odafigyelt. Majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kifutni. A 2016-2017-es szezont szeptember 3-án kezdik az asztali teniszezők, hazai pályán a Budaörs együttese ellen.